Itt az év első Drive Create-je, úgyhogy nézzük meg, hogy az idei első dobozban mi lappang. Szépen letépjük az elejét, ahogy szoktuk, kinyitjuk, és a tematikát se tudom eddig a szent pillanatig, ami Season Preview 2024. Nézzük, mi van benne. Naptár, 2024-es naptár, amiben elég jó kis képek vannak. Egyből január, az egy ilyen McLaren-es, és hát ugye itt látszik a többi. Azt így, hogy benne vannak a versenydátumok. És igen, be vannak rajta jelölve a szabad edzésnapok, az időmérő és a versenynapok is, úgyhogy ez tényleg egy hasznos naptár. Úgyhogy ezt mindenképpen használni fogom, mert akkor én is látom, hogy mikorval futam. Ez egy phone pocket. Mi a... A hátulján látom, hogy ez egy ilyen kis zsebecske, amit rá tudsz ragasztani a telefonod hátuljára, és akkor bankkártyát tudsz benne tartani, vagy pénzt. Érdekes, érdekes módszer, de... Igen, tehát van egy ilyen kis ragasztó a hátulján, és rá lehet ragasztani a telefon hátuljára. Nyilván az enyém nincs itt. De én alapból tokban használom a telefonomat, úgyhogy nem tudom, mennyire lenne ez hasznos, de majd azért meg fogom nézni, biztos, ami biztos. Rég volt már zoknink, úgyhogy ez most egy Apex Team Zok, tehát igazából kanyar csúcspontos. Hát kanyar, az van rajta, úgyhogy ez egy ilyen fekete alapon Forma 1-es pályás mintás zokni. Szerintem teljesen jó. A korábbiakat is hordom, úgyhogy ez is szépen bővíti majd a gyűjteményt. Vajon melyik csapaté lehet ez a termosz, vagy kulacs? Ez egy kulacs, és igen, official Red Bull merchandise. Nézzük, ez hogyan nyílik? Elég smooth. Űrtartalmát tekintve a büdös életben nem fogunk rájönni, úgyhogy amennyi belefér, belefér, de legalább egy elég jó kis stílusos Red Bullos kulacs. És akkor ezen kívül van még egy mini bananas, ami pedig melyik országból jön? Hát magán a csomagoláson azt írja, hogy Slovensko, de a papír alapján a Hungary, úgyhogy ez valahol ott a határ környékén biztos, hogy meglelhető. Úgyhogy ezek voltak ebben a hónapban a dobozban. Ahogy mondtam, van zoknink, van banánunk, van egy kis zsebünk a mobiltelefonunkra, a Red Bullos kulacs, és a naptár. Továbbá még arra is kíváncsi vagyok, hogy érdekelett titeket még további dobozbontogatás? Ha igen, akkor azt mindenképpen jelezzétek a kommentekben, mi pedig érkezünk a következő hónapban.